Európa számos országából, de még Kolumbiából és Japánból is érkeztek versenyzők a Kiskut Teniszklub aktuális versenyére, mely október 23-a hétfőtől egészen október 29-e vasárnapig tart. Az ITF J200-as versenysorozat top 100-as és top 200-as ifjúsági játékosokat vonultat fel. A torna rangját jól mutatja, hogy a Nemzetközi Teniszszövetségnél a J200-as versenyek a második legmagasabb besorolást jelentik. Ennél csak egy erősebb mezőnyű verseny van, az első kategóriás, hogy itt igazából Európa krémje van. Itt a legjobb játékosok jöttek, persze más kontinensekről is, de több százon belüli játékos van, aki a junior világlistán a százon belül van. A Kiskut Teniszklub képviseletében a lányoknál Molnár Kittinek és Farkas Laki Flórának, a fiúk mezőnyében pedig Juhász Bencének és vendégjátékosként Shift Barnának szurkolhat a közönség. Számos versenyző szabad kártyával indulhat a versenyen, így számukra különösen fontos az a tapasztalat, amelyet egy ilyen nemzetközi tornán szerezhetnek, ahol Galambos Gábor elmondása alapján akár a jövő legnagyobb sztárjait is felfedezhetjük. Lehet, hogy a jövő Federerét is látjuk, mert nagyon jó játékosok vannak. Tehát a gyerekeinknek egyébként ez egy jó tanuló lecke, főleg akik kaptak szabad kártyát, hogy megtapasztalják egy kicsit, hogy milyen ilyen erős mezőnyben játszani ilyen rangos ellenfelekkel, és hát a nézőknek is jó, mert nagyon az igazi top teniszt láthatnak, azt hiszem. Galambos Gábor hozzátette, hogy a mezőny erősségét és az ellenfelek játéktudását figyelembe véve a Kiskut Teniszklub versenyzői számára már az is hatalmas bravúrt jelentene, hogyha tovább jutnának az első fordulóból, ez pedig Molnár Kittinek sikerült is, aki két szedben 6-2-6-2 arányban múlta felül brit ellenfelét az első mérkőzésén.